Vannak reklámok, amelyek egy-egy célközönséghez szólnak. A fogyasztók azt nehezményezik a leginkább, hogy a multinacionális cégek reklámjaikkal elsősorban a 20 évesekhez szólnak. Kevés az idősebb korosztályhoz szóló reklám, de léteznek célközönséghez szóló reklámok is. A Topolyai Filmműhely Parasztolimpiát hirdető reklámfilmje az idén is sikert aratott. Alapjában véve nem a mi ötletünk volt a reklámfilm elkészítése. Ez úgy jött, hogy végülis unokatestvérem a főszervező között van, és ő neki volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk neki egy reklámfilmet. Igazából a csapatból mindenkinek tetszett az ötlet, mert közel áll hozzánk a téma, ugye vagy ismerős, vagy közeli családtag foglalkozik mezőgazdasággal, és hát főleg ez a szerelünk, barkácsolunk dolog, ez meg úgy szintén jó megkihívás is volt. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy kreativitásunkat itt tudtuk rendesen kamatoztatni, azt hiszem. Azt hiszed, te vagy a legnagyobb paraszt? Gyere és bizonyítsd be! Légy te a legkeményebb, legokosabb és legügyesebb paraszt gyerek Vajdaságban! Nagyon illetve a szereptád. Köszönöm. Meg is kell dicsérni abban a nagy melegben, ugye abban a szőrben és mellényben, gumicsizmában azért bírta a hőmérsékletet, tehát igazi paraszt, úgyhogy. Én egy ilyen külön karakter, ilyen eleve már egy vicces személyiség vagyok, tehát én nekem nem kellett sokat színészkednem, tehát én valójában életben ilyen vagyok, nekem a hülyeségén nem kell a szomszédba menni, tehát... Az embereknek leginkább azt tetszett ebbe a személyiségbe, hogy én felöltöztem, és kimentem az emberek közé, fényképezkedtem velük, leszólítottak. Éj, paraszt, gyere, bemutatnak a szüleimnek, bemutatnak anyámnak. Leginkább a gyerekeknek a körébe voltam, egy kicsit érdekes, meg a Verdám is, tehát jobban, nagyobb népszerűségű volt ez a Verda, mind a kis lovaglás, vagy a kis állatsimogatás. Alapból már így a bajsai mezőgazdasági emberektől lestünk ilyen dolgokat, hogy ez okvetlen benne kell, hogy legyen a kocsiban, úgyhogy igazi alakult is, tehát így vasárnap nekifogtunk este, és összehoztuk. Hát a költségvetés ilyen szempontból nagyon minimális. Ez úgy történt, hogy nálunk az udvarba hátul beraktuk az autót, amit amúgy szponzor alapján kaptunk. Az autó eredetileg a rossz vasasnál kellett volna, hogy kikössön. Úgyhogy fel lett ajánlva. És az udvarban, amit találtunk, limlumot, csatorna darabkákat. Ugye volt a góriabba kukorica, akkor rögtön a váltó is meg lett oldva. Tehát abból dolgoztunk, ami van. Számomra érdekesek a parasztolimpiás reklámvideók, mivel ugye előzőleg készítettünk pályázatokra videókat, készítettünk saját magunknak videókat, azokat mindig promotáltuk, ismerősöknek mondtuk, hogy osszák meg a közösségi oldalakon, kiküldözgettük hírlevélbe, hogy van új videó. Viszont érdekes, hogy a parasztolimpiás videóknál ezek a dolgok nagyon minimálisra voltak véve. Tehát nem volt az, hogy 50 ezerszer megosszuk, szétküldjük az ismerősöknek. Ők úgy maguktól életre keltek. És messze menően, mint időben, mint nézettségben
rekordokat döntött. Előzőben, meg most is, mert 5 nap alatt szerintem 10 000-es látogatottsága volt, míg mondjuk előző videóknak, amiket készítettünk, hát lehet, hogy 3 év alatt nem érik el ezt a nézettséget. Úgyhogy ez valamiért bejött az embereknek. Szerintem lenne rá igény, meg érdemes is volna. Igazából először a Parasztolimpia kapcsán találkoztam a marketing résszel, hogy mennyi mindenre képes. Mert ugye a második Parasztolimpiára készült először videó. Az első, mármint az első Parasztolimpia nem is volt annyira népszerű, nem is tudtak róla annyira az emberek. Viszont ahogy elkészült a videó, rengetegen a videó alapján jeleztek vissza, hogy jönnek, sőt a főszervezők is mesélték, hogy szponzorokat sokkal-sokkal könnyebben tudtak találni, miután látták ezeket a reklámvideókat. És tényleg olyan szinten, hogy játékosnak Magyarországról jelentkeztek emberek, sőt a mostani harmadik Parasztolimpiára Magyarország a legnagyobb mezőgazdasági fórumjának a fórumja keresett meg minket, látta a videót és el is jöttek ide forgatni, riportokat készíteni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy főleg a mostani időben, tehát ugye a közösségi oldala, tehát most már nagyon nyitott a lehetőség arra, hogy gyorsan eljussanak a jó dolgok sok-sok embernek. Na, ki a legnagyobb paraszt? Te?